Üdv mindenkinek! Megyünk egy szombörös kört, egy kurva erős fegyverrel. Elvileg ez a Deathspoker lesz, aminek valami iszonytatosan nagy damage-et okoz az Ash of War, aztán hogy ilyen magas New Game Plus-ba hogy fog működni, az már egy... Az már egy kérdés. Igen, alapvetően nincsen nagy damage-e, de az Ash of War az elég durva. Nem, mert nem lehet charge-olni, Matthias. Szia Matthias, szia Kaulmoer. Köszi, 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 puszi, puszi. Szia Kormos Perec. Ugye kipróbáljuk ezen a bosszon. Szia Maxiano. Megijedtem, azt inkább elfutottam, de amúgy... Az a robbanás az elég OP-nak néz ki. Normális idegen nehezebbek a Sekiro minibosszok, mint például a Genichiro. Szerintem amúgy normális. Egy idő után tényleg úgy érződik nekem is, hogy a minibosszok azok actually nehezebbek. No joke. Genichiro csak egyszer kell jól megtanulni, ez egy nagyon konzekvens boss. Drake Knight-odat? Ott Snake Eye-ok azok káoszok. Szia kapitány! Captain of Chaos. Miért hívják ezt mindig Edgelordnak? Ezt az armort. Nem is Edgelord. Csak cool. Fucking cool! Omg 40. Szia, Xanar. Na. Evakard, mossod. Az már az. Szia kis Duna. Valahogy hogy úgyis el kell mozdulni. Az együttés volt. Hozzá. Hát vagy az gond vagy porn, azt nem tudom. Egy poén, az is lehet. Rosszbájba jutani, dobsz majd rá tüzet. Dehogy nem lesz idejük gondolkodni sem. A VR reakciót nézed YouTube-on? Heh. Hát... Ezt akkor kell nézni, amikor nincs stream. Stream idejére be kell zárni a YouTube-ot. Nekem be kéne zárni, lenne ilyen opció. Szia VRM-ka! Mit láttál a speedrunokon? Metal, death metal, death, edgy, edgelord, basic flab logic. Ergo nem érdemes mélységet keresni a közvéleményben. Mikor volt érdemes mélységet keresni benne? De ott még nem is ordít, szerintem. Okat. Szia, Flixeton! Na, sziasztok! Nagyon-nagyon szépen köszönöm második babát. Köszi, köszi. Elnevezheted. Szia, meditáló. Lesz Alekosz?
te vezeték neveddel, vagy az enyémmel? Köszi VRMK a hatodik hónapos feliratkozás, neked is köszönöm, kedves Daddy Moerem, 19. hónapos Tier 3-as subskriptiót. Erre inni kell. Ezt nem is dobta meg a hype vonatot Kau Moernek a feliratkozása. Ez scam. Actually scam. Neked van a buffolni ezt a szart. Szia, Gombi Martin. Ez ne... Köszi, Matthias, a 100 vitet. Megfaltam. Nagyon jampiskodni akarok itt a Zeshoforral, meg minden, aztán... Ezek a bosszok nem nagyon hagyják. Szia, Cápi. Jó, mondjuk már rég Elden Ringeztem. Nyilván azért haltam meg. Szia, Akaiusz. Csodálatos 85-ös volt. Lett. Nálam beragadt a iPhone-at egyébként. Nálam bebagolt. Ezt is a Máv intézte. Hát majd egyszer csinálok egy újabbat, igen. Nem akkor, amikor kijön. What the fuck? Jézusom, Zakika, nagyon szépen köszi a 10-es Andrésztatást. Atyóst. De rég láttuk Andrét, beköszönt André. Köszi szépen, Zakika. Szia, Lukasz! Forgive me to see when it seems torrent, whereas I may there is, but I can take gathering place. Let my hand. Na, most már működik a hype train, jól látom, level 5-ös. Megjavítottad. Megkovácsoltad. Akik esetleg várták már a Dark Souls 2 100% rám folytatását, meg hogy mikor lesz már, meg mit tudom én, meg ilyesmi, azoknak már nem kell sokat aludnia, mert holnap jön a következő rész belőle. Végre. Sőt. Súgok egy durvát is. A héten még elkezdődik egy másik 100% rán is. Egy olyan, amire mindenkinek szüksége van. Az Elden Ring DLC-ig. Persze, a Lords of the Fallen, így van! Nem a héten elkezdem feltölteni az Elden Ring 100% ránt is. Amit az a terv, hogy a DLC-ig meg is legyen normálisan. Kurva anyád. Orcokban. De a régi, nem az új. Szia, Kappa Krappa. Amúgy most veszem észre, hogy... Szar a hang. Lehet megfáztam. Au. Csinálj egy karit, ahol lekopipasztázlak. De engem, a családomat még nem kopipasztázta le senki. Olyan még nem volt. Van annyi. Egyáltalán.
Tényleg meg vagyok fázva. Egész nap nem beszélek senki, ez azt nem tűnik fel, látod? Magamba beszélek, akkor meg nem beszélek actually, tehát fejemben tök normális hangom volt. Szervusz Azul. Családod az Elden Ring 100%-ra? Én nem tudom. Telefonos segítséget kérek. Nem változott meg. Ha ugyanaz a profilom. Szia Doxika! Iszonyatos hype vonat megy itt a hónap elején. Vagy... ja nem, hónap végén. Még nincs április. Én már nagyon előre járok amúgy fejben, gyerekek. Ja. Hát majd lesz. Hát, függ onnan nézed. Szia, Jan Long. 3 hónap múlva már Bölötze kint lesz. Az már rég kint lesz. Egyszerűen annyit takarítom a lakást a napokban, hogy életemben nem takarítottam ennyit. Egy jó képeket kell csinálni. Albérlet kiadáshoz, ugye? Ja, jó van. Szia, Krimpatú! Táblázat, azt mondja. Legyen növényt mindenhova, úgy néznek, mint egy IKEA katalógus. Ez mondjuk jó ötlet, látom. Köszi a vonatot, srácok. Közi, köszi. Én azt megmutatnám orvosnak. Bányász, hogy spell lelkem. Na, az egy akkora rakás, izé. Varázslatom úgy. Arra a fúróra gondolsz, nem? Semmire nem jó. Még bányászni sem. To shatter these bonds. Nem baj, az bomba van. DLC 87 nap 7 óra 36 perc. De ki számolja? Én nem. De fán tudni. Legalább itt vagy több. Ez sem speciál, vagy ott van a linkekbe alul. Tényleg át kéne ezeket már javítgatni. Miért ezt csinálom? Ezt akartam. Pusztultál volna bele. Súr! Ezt egy kicsit most magamra veszem. Ögölj meg. Amúgy egy kis delej volt benne, vagy hogy mondjam. Nem nagyon kellett volna elkapnia. Gideon one shot lett. Én is one shotoltam már Gideont, ez tök funny. Szia Máté! Újra itt, újra most. Máté torrent érzi, megmutatta, hogyan ne csináljuk. Kell majd menni egy ilyen full izé. Hogyan ne Elden Ring ez ránt. Csak a rossz izé ötletekkel. Hogy lehet arra rákészülni. Maximum lelkiekben. Odik Runa emellé, hát jó lenne, de... faszomnak sincs kedve elfutni azig a toronyig. Olyan messze van.
legalább egy 90 másodperc kitérő lenne. Kinek van arra ideje? Ja, azok már nem számítanak annyira ott 90 körül. Nem volt social médium két hétig, fogadás jelleggel. Why? És mennyit nyertél? Mit nyertél? Tehát holy build-et. Full holy build-et. Nem overrated a játék elején, az a 30 szint, amit ad, az elég sok. Csak itt majd annyira nem számít. Minusz 10 barát. Azért kap. Jaj, nem értem a szarkazmust. Nem tudom, mik ezek a hülyeségek, amiket írkáltok, ez a kekvé, meg ilyen. Nem mertem még megkérdezni, mert nehogy hülyének nézzetek. Mondjuk anélkül is hülyének néztek, szóltak mindegy. Megnyertem, hogy újra itt lehetek? Ki kapta? Nice! Ez a büntetésed akkor. Nem értem, a Great Rune-ánk miért nem mennek át New Game Plus-ba. Hát, mert... Adjál meg, tudom. Hiányzott már a stream. Nem kellett volna streamelnem egy pár napig, azt akkor megnyered, látod? Nélkül csak idegroncsnak nézlek. Nyugodjál meg. Nem nyugszom meg! Én kezdek rá függni a bluetooth-os dolgokra, nekem nem gondoltam volna, hogy egyszer bejön ez, hogy ne legyenek kábelek, de pénteken vettem először életemben bluetooth fülest. Mármint, hogy earpodot vágod, tehát telefonhoz. És azóta megváltozott az életem. Folyamatosan a fülemben van. Tehát akkor is, amikor fürdök, akkor is, amikor nem fürdök, mondjuk ez így le... pedig szerintem a 100%-át az életemnek. Geci kényelmes. Geci kényelmes, geci jó, és most actually kezd zavarni a kontrollernek a kábele. Úgyhogy én bekapcsolom a gépen szerintem a Bluetooth-t. Összepárosítom ezzel a kontrollerrel, és örökre anélkül fogok játszani, kábel nélkül. Csak 10 évet csúsztam. Hát most nem mondom azt, hogy nagyon haladok a korral. Én a kényelmemmel haladok. Hogy hogy mondjam. De mindjárt lecserélem az egeret is a geci. Meg a billentyűzetet, meg a headsetet, meg összes kontroller kábelt eltüntetem. Kábelmentes lakást akarok. És egyébként kényszerből vettem mármint hogy bluetooth-os szart most. Mert nem voltam itt, el kellett mennem ugye két napra, és elfelejtettem magammal vinni a hallgatómat. És olyan kibaszott. És nem vettem észre, mert odafele telekocsival mentem, és a sofőrrel tök jó dumáltam egész úton, tehát akkor nem is használtam volna. De mikor jöttem volna hazafelé, kerestem a headsetem, és akkor jöttem rá, hogy bazd meg, nem hoztam el. És úgy mondom, jó, amúgy is akartam bluetooth-os szart venni, mondom, bemegyek a MediaMarktba hazafelé. De kár volt. Mármint, hogy nem volt kár, csak miért ilyen drágák ezek a szarok? Hittérítőket nem engedek be sehova. Valaki felcsönget, hogy be akar jönni valami szarral a lépcsőházba végigkopogni, azt se szoktam beengedni. Látod, így megízleli az ember a kényelmet utána így.
Mi lesz a vezeték nélküli PS4 vezérlő késésével? Nem késik az olyan sokat. Tizediken laksz és felmentek? Hát figyelj, te is felszoktál menni oda, szóval... Ez annyira nem speciális. Akkor függ melyik szar. Bluetooth-os mimik. Mert a fóra volt a wireless technológiára. Te itt ilyen bonyolult szavakat ne használjál, tudod, hogy hülye vagyok. Jövőnöm, úgy értettem. Annó vettem 3000 forintos vezetékes, hogy ne kelljen egy órán át buszon zajokat hallgatnom. Ez most meg akkor merült le. Ez amúgy tök jó, ez egy töltéssel bírja 24 óráig is. Sonysat vettem amúgy. Keci kényelmes. Régen is Sony fülhallgatón volt azért. Oda neked biztos, hogy Apple-ös szarod van. Esti liba. Esti liba! Ja. Acél sorozatos. Azért, hogy nem sebez nagyot. A bugzsi. Hoppa. Nem. Airpods-ot nem veszek, túl van árazva. Dehogy van. Dehogy van. Súr. Mimik eleve rám csatlakozik. Vajat ne csináljon. De hát neked minek? Izé. SteelSeries-es Bluetooth-os szar Frixeton. Ki sem mész a házba. Ja, jogos. Amúgy ezzel egyetértek, Kaumer. Ha! Hülye gyerek. Ott esett lefele, mert... félek. Ijesztő. Ő ijesztő. Melyik fegyó van terítéken? Az, amelyik a kezemben. Most a hátamon, most a jobb kezemben. Most a jobb vállamon. Deathpoker egyébként. Amit nem az, hogy az egy póker, nem death, hanem hogy death, a halálnak pókere. Szóval bökője. Amúgy ilyen, mi ez? Kaparó. Mit tudom én? Vágod ez a bele, a kullákat kikaparják. Vagy a hamu. Hú, hölgyem, ennek nagyon-nagyon sok sétabot. Persze. Szia, Lézi. Pex. Like Jack and Two Curse.
nem is idézett. Nem is idézett! Hát nem Magic Resistance a néni, ugye? Vagy akkor hol a teríték? Van a... az Abrosz tartóban. Nem csak neki van ilyen páncélja. Annyira nem lehet Edge Lord. Where did he flee, my sweetings? Come out from whence he hides. There are books and light aplenty. Did not. Why arts to speaking Shakespearean? Ezt a fegyvert hol lehet megszerezni? Kaelidben, a dél... mi az? Dél keleti részen egy Death Ride Bird dobja. Éjszakai boss. Ismerős a Bloodborne-ból. Pedig ez nem ott van. Szóval innen nézd. Itt van a kapu, a Celia kapu. És körülbelül itt van az a Death Ride Bird. Szikha szélén. Éjjel. Magyar megfelelő a piszkavas. Ezt kerest, mármint hogy tudtam, hogy ez a neve, csak azt akartam, hogy valaki rájöjjön még. Ne csak egyedül tudjam, már az unalmas. Tanár úr, Rijkaard Kill elég vicces volt. Befutott a Bloodhunt Fengel, és ütötte, mint a hülyes, második fázisig eljutott. Na. Derék. Becsülendő. Hát most honnan tudja az ember? Miért vettem ezt fel? Don't know, don't care. Szia Russian Low. Russian Horse. Dir. Dur. Dur. Egyébként a hétvégén, amíg nem voltam, itt átléptük a 3500 követőt. Közelebb van a 24 órás stream, mint távol. Mi? Ja. Nem kell itt lenni. Ami nagyon sok offline follow szokott jönni. Sokan kezdik felfedezni a YouTube-ot. Dex-el és Strength-el. Intel az esoforja skáláz nagyon jól. Intel nagyon picit skáláz egyébként maga a fegyver damage. De az esofor az piszkosú. Hát de ott vagy magadnak promótálni, haló. Az a legjobb. Én nem is gondolkozok ilyenbe, hogy menjek, az promótáljalak, hát én nem vagyok olyan jó, mint te. Csak elrontanám a levegőt. Twitchen is nagyon felkapott az Elden Ring. Hát nem, mert Twitchen akkor jönnek bekövetni, hogyha éppen Elden Ring ezzel, és ugye hétvégén nem Elden Ring ezek, mert nem vagyok itt. Szia Tipuka. Úgyhogy nem hiszem. Hát azt annak mi köze van hozzám? Én szeretek elhatárolódni az ilyenektől.
Ó, nem vagyok én még lelkileg felkészülve a DLC-re amúgy. Jó lenne, de... Nagyon közel van. Hát most nagyon populáris. Ezért, ja, ilyenkor mindenki belenyúl egy kicsit. Mindenki belenyúl a populáris dolgokba, tudod. Meg egyébként érdekes egy szubkultúrája van ezeknek a gémeknek. Tehát ha úgy nézed, hogy akik játsszák ezeket a játékokat, azok kibaszott expertnek hiszik mindig magukat. Tehát kijátsszák egyszer, meg látnak egy másik végjátszást, meg elolvassák a Redditet, és akkor betitulálják magukat expertnek ezekben a játékokban. És mindenki, aki elkezd ezzel játszani, láss például egy tanár úr, aki még nem játszott ilyen játékokkal, vagy grubbi, ezek az expertek mind oda találnak, kivétel nélkül, és elkezdik nézni azért, hogy ők backseat-elhessenek. Mert azért szedik össze ezt a tudást az interneten, abból a 50 óra játékból, amit beletettek eddig életükben, azért csinálják, hogy utána ők azzal valahol villoghassanak. Tehát úgyse fogja megkérdőjelezni senki, mert mindenkinek felszínes tudása van ezekről, mert az ott lévő ilyen megmondó embereknek 90%-a az ilyen. A 10% az csak szereti csendben nézni. És ez a 90% megmondó ember, ez mind onnan megy, és mivel egyik sem tudja, hogy a másik hülyeséget beszél, mert Nincs megfelelő mennyiségű tudások a játékhoz, abszolút semmi, csak felszínes. Ezért egyik mond A-t, másik mond B-t, de úgy, hogy az A meg a B üti egymást. És erre mond a harmadik ember egy C-t. Ami meg teljesen más és hülyeség. És általában így backseat-elnek végigjátszásokat emberek, például tanár úrnál is, amíg most benéztem a napokban, annyi hülyeséget írnak folyamatosan, hogy ezt csinálja, azt csinálja, ami kibaszottul ellentmondásos. És... Tehát most én nem fogok beleszólni, mert én nem szeretek oda menni belepofázni valakinek a játékába, hogy mit csinál, mert szerintem ezek a gémek úgy a legszebbek, hogyha az ember mindenféle segítség nélkül, meg belepofázás nélkül viszi végig a játékot. Mert annál autentikusabb és annál megragadóbb lesz szerintem a játékélmény. Ha most valaki megmondja, hogy mit csináljak, ráadásul hülyeséget mond, és ez még frusztrális utána, mert hülyeséget mond, nem jön be, kipróbálom, és utána elkönyvelem azt, hogy jó, ő biztos, hogy tudja, mit mond, úgyhogy a játék a szar, nem a tipp a szar, amit mondanak. Innentől kezdve elmegy majd az emberek kedve ezektől a gémektől. Úgyhogy én gecire backseat ellenes vagyok, főleg ilyen fals backseat ellenes. Ezért, hogyha oda megyek és látom, hogy a tanár úrnál, vagy krappánál, vagy akik elkezdtek ilyennel játszani, azoknál hülyeségeket beszél mindenki, én nem fog beleszólni, mert nem akarok okoskodni egyrészt, meg én se élvezem azt, hogyha nekem beleszólna. Inkább csak nézem a káoszt. Unfoldolni. Szia, demo. De hát ez van, valamiért ez az embereknek hatalmat ad, vagy nem tudom, valami felsőbbrendűség érzetet, hogy belapofázhatnak folyamatosan. Szia, Sammy Boy. Hogy ezzelrel frusztráltak lesznek az emberek, ha valaki szenved valamin és egyből segíteni akar. Ja, az, hogy valaki meghal egy-egy bosszon így meg úgy, az így szerintem hozzátartozik ez a gamehez. Engem az szórakoztat, amikor valami arc betalál ide, aki
azt hiszi, hogy ő most itt backseat-elni fog nekem, mert leírja, hogy mit kellene csinálnom ennél, meg annál a bossnál, meg ilyen. Az vicces. Legközelebb most már meghallgatom. Igen. Mondjad még. Talán is felszette early-be a plusz 9 is Bloodhound fenget, és végig visszalott az egész Altus platóig, most kicsit szenved Mountain Topon. Hát persze, mert nem tanulta meg az alapokat, hanem skippelte a könnyebb módszerre, úgymond. Ami degradálja majd a játékélményét a vége felé. Ennyi már innen. Gyakran van ilyen? Nem gyakran egyébként. Egyáltalán nem. Hogy mondjam, az én felfedezhetőségem alapvetően szar. Hát ha csak azt nézed, hogy Twitch-en nyomom ezeket a gémeket, ugye 90%-ban, alapvetően ezek a játékok nem annyira populárisak. Specifikusan, ha valaki ilyesmit keres, akkor ide talál. De jó, ez most épp nem így van, tehát most az Elden Ring nagyon populáris jelenleg nyilván, de úgy összegészében mondom, hogy alapvetően nem az. Tehát az én megtalálhatóságom Twitch-en az nem nagy, ezt jelenti, vagy jellemzi a kevés follower szám is, ugye, viszonylag. Amiben nincs semmi baj, mert legalább hű közönséget hoz. Viszont inkább YouTube-ról találnak ide emberek, mert a YouTube videókat azokat meg mostanában 8-szor annyian nézik, mint fél éve. Például azért, mert ugye itt nagyon-nagyon faszán felpörögnek ezek a lore runok, a 100%-os runok, egyre több mindenkit érdekelnek az ilyen kihívások, és ezt egyre többen nézik ezeket a dolgokat. És ez miatt, aki ide talál, az már specifikusan ide is akar jönni YouTube-ról. Tehát nem az van, hogy mit tudom én, ide jön valaki random, azt elkezd belepofázni. Azt a kurva pixel! Nagyon szépen köszönöm neked. 100 eurós donációt. Elmebeteg vagy. Nem láttam az üzenetet hozzá. Köszönöm szépen, köszi. Sajnos az üzenetet nem jegyzi meg. És hogyha bemásolod, akkor hello, Frickan Csiplek elélőben. Már meg tudom nézni streamelementen. Itt az ideje megköszönni a munkádat. Szépen köszönöm a hozzájárulásodat. Fasza kontantet csinálsz, így tovább. A videókártyához. Falamodnál járok, és haladok párhuzamosan veled. Kár, hogy negatívabb élmény volt neked. Blahás Girosz volt a komment? Ennék. Ha így nyomsz le hátra egy kis ütést, akkor kapsz örök életet. Súr. Szia, Luki! Köszi szépen a harmadik hónapos feliratkozás. Hát, nekem a Lord of the Fallen az... nem nagyon jött be, de hát ez így, nem tudom... annyira nem idegen gondolat ez szerintem, mert megszokok egy standardet, mert 90%-ban Elden Ring ezek meg Dark Souls-ozok, és utána nehéz. Utána mindenféle dolgot irritálónak találok egy játékban, ami nem működik jól. Meg ráadásul, mivel szar volt az egésznek a performance-a is, ez még így pluszba odaszúrt. Szia, Anadis, köszi szépen! Mi? Miért? Blahás Girosz is elérte az infláció. Az jó sok. Ezt, akkor ebben majd Blahás Girosz veszek. Egyet legalább. Nem tudom, mennyit lehetne. Gondolatától is fosok. Valami. Valami égett szagot érzek.
Egy pillanat. Jól van, csak a szellőzőből jött. Hogy visz mondjuk a DS3 után az egyen játszani? Tudom, imádod ezeket a gémeket, de nem zavar, sokkal lassabb, darabosabb, mint a 3-hoz képest. Nem zavar. Az. Ez egy igaz dolog. Tényleg az. Ettől függetlenül nem zavar. Mondja, mindegyik játéknak megvannak a szépségei. Na, ez egy élvezetes kill volt itt. Ez tetszett. Lefolyásolja a nyugdíj plusz nehézséget, milyen magas a levelem? Nem. Nope. Persze, tudom, hogy a Dark Souls egy lassabb, a Dark Souls 2 clunkibb. DS3 gyors, a Bloodborne az 30 FPS. Sekiro az rövid, az Elden Ring az delay-el, de hát mindegyiknek van szépsége, mindegyiknek van olyan dolog, amin változtatnék legszívesebben, az RTL meg 2. A Master meg Card. De ezekből a különbségekből adódóan legalább, hogy mondjam, mindegyik játékban más kihívásokat lehet keresni. Tehát míg egy Dark Souls 3-ban meg lehet azt csinálni, hogy mit tudom én, végig pattogok, ugye, anélkül, hogy egyszer megmozdulnék a játékban, tehát séta nélkül végigviszem, addig a Dark Souls 1-be lehet csinálni egy izét. Mondjad már. Mondjuk stamina nélkül iránt, mert varázslatok nem költenek staminát, tehát mindegyik játékban legalább megvan a külön challenge ötletek. Ilyen szempontból sosem unalmas. And thus, the accord is fulfilled. I shall depart to ascertain the purpose I was given. Farewell. Mind effect, nagyon szépen köszi a follow-t. Néztem, hogy mi a faszom az a ikonot előtt, azt rájöttem, hogy lett egy Rijkaardos cucc kikérve múltkor. That's what she said. You will become Elden Lord. May you take the throne. Bárban azt hallottam, hogy nincs PC-re. Azt én is. Szia, Vega! M kontrád. Olyan van, nincs. Szia, Memo. Egy kicsit visszatérve erre a, mi ez, backseatre. Az emberek mennyire backseatelnek. Például tegnap néztem Kontit. Ő level 1 run csinálta az Elden Ringben. Ő azért elég nehéz kihívásokat szokott csinálni. Szóval ő nagyon jó játékos is. És azt hiszem Gottfried, igen, Goldfried ölte itt. Nála például nem backseat-el senki. Az tök jó. Az nekem nagyon szimpatikus. Senki nem próbál segíteni, meg belepofázni, meg minden. És tök jó. Persze mondhattam volna neki egyetlen egy mondatot, amivel utána
sikerül neki a boss a következőt rájön, hogy hogy csinálja, meg minden, de hát olyan jó nézni valakit, hogy rájön ezekre a dolgokra. Ez a kihívások lényege. Öpcsöcs a kódvénbe. Az IRL se rossz. Á! Elköszönöm a randomizer rend, és olyan cuccokat találok, mint eddig senkinek sem lát. Legyőzik, hogy a DLS-i cuccok elértővel lettek? Nem. Biztos nem. Level 1 kihívástól. Mit mondtál volna? Ne hallj meg, lol. Ne kapj ütést, ezt nem az. Nem, hanem az, hogy izé target lokkolva jobbra kerüljön minden ütésnél. Az 90%-át ki lehet kerülni a sok ütésnek, azt lehet ütni is. Könnyen. Szia Zsotak! Igen, tovább mondom másoknak is. Hát, ha most már megszokják az emberek. Bálnára is tudok ilyet? Hát ez egy elég bonyolult boss. Sok. Hát mindegyik ütésnél tudom, mit kell csinálni, ha ez segít. De gondolom, hogy sokat nem segít. Szia, Bó! Elkezd új karit, amikor odajutsz. Egyébként az actually segít. Egy HP-n múlt körülbelül, nem blokkolt a talizmán. Már késő pepek ezek? Legyenek korai pepek ezek. Szia, Kizge. Kizge! Getsz! Pofán basszom magam. Szia Péter, Pite! Üdv! Szia, Steve! Hát, az csúszik, jaj. Szia, Zakika! Nem tudtam. Nem azt csináltam. Amúgy. That's poker face. Szombernek azokat a fegyvereket nevezik, aminek alapból van képességük? Hát, amik szomber... Tehát kétfajta... upgrade materiál van. Vannak a sima smithing stone-ok, meg vannak a szomber smithing stone-ok, a fehér kavicsok. Fehér kavicsos fegyverek azok a különlegesebbek. Azért különlegesebbek, mert igen, általában van nekik egy alap esofórjuk már, ami nagyon különb, mint a többi. Szia, Aika! De igen, alapvetően az a lényeg.
Jó. Graceless, tarnished. Tarnished. What is thy business with these thrones? Közöd. Ah, Godric the Golden. The twin prodigies, Mikola and Melania. General Radahn. Praetor Rykard. Luna Princess Rani. Willful traitors! Willful traitors. All. Thy kind are all of a piece. Várjál, mert még öntök. Ne, még ne indulj! Várj. Csináljad még. Pillagers, emboldened by the flame of ambition. Na, tényleg az a legjobb. Az olajos kard. Have it writ upon thy meager grave. A lajos, az olajos. Mehet. Fell. By King Morgoth, last of all kings. Mehet. Ja, én nyomom. Igazat mond a szája. De amúgy engedjél már rollolni. Nem engedj rollolni. Ha valakinek tapasztalat, ilyen tapasztos allergia tesztel. Ja, felejtsd el, az mennyi a normális allergia tesztről. És olyan. Orvosnál kaptam. Tedd a kezed a képernyőre, amikor megy a Budapest TV. Nem? Halljak meg. Nyám. Olyan jó tanácsokat adok, hogy közben meghalok. Árnapja csak Elden Ring lore videókat nézem, és megint csodálkoztam, hogy meghaltál. Hát ez ilyen. Ez a New Game Plus 26, ez már nem vicces. Ugye? A Budapest TV az még Budapest, nem? Már ott van, nem? Talán az a legjobb. Szia Bimbesz, köszi. Jól eltaláltam. Yeah.
kell valakinek a kocka tévén. Ingyen elvihető. Mármint Vega kocka tévé. Ő mondta, hogy ingyen elvihető. Tud sebezni, ha benne állnak. Ja, csak úgy általában nem állnak benne. Elviszed mamának, biztos jól jön. Azt nem tudom, hogy működik-e. De elviszed, akkor kipróbálhatod. Na most vagy az lesz, vagy ki lesz baszva az utcára. Tehát, hogy ez a két sors maradhat neki sajnos. Eszmei értéke hatalmas. 4K-s. Hát... Hello again. Igen. Allow me, you are unprevented the thorns. A husk the only way and become my purpose. 4000 elvihető, ha úgy gondoltad. And guide you. Anyás szintű karakter. 349-es és most lesz 350-es. PS1-ezni még csak lehet, amúgy azt lehet rajta. Megvan rajta még az a, mi a faszom, piros-fehér-sárga bemenet. Hogy hívják azt. Ja, gondolom, hogy bárki elvinné, hogyha ő nyerne amúgy. Mert azt ne várjátok, hogy ez berakjam egy Fox Post automatában, mert bele se fél. Coax. Az a coax, mit tudom én. Ki emlékszik már ilyenekre? A távirányítója az ilyen kis pici kompakt, aranyos, ürge. Coax, amin az internet megy. Szia Norbi, nagyon szépen köszi a harmadik hónapos feliratkozást. Én hova megyek amúgy? Most komolyan. Komolyan kérdezem, hogy hova a bánatos, húgyos faszomban megyek? Megyek, de így hova? Tehát, hogy nem ide akartam. Éreztem a szagát ennek itt. Szilkó, nagyon szépen köszi a followt. Budapestre? Nem, most még. Soon. Mi ez a follow rengeteg? Literálisan 15 perccel ezelőtt volt egy másik, és azt mondja rengeteg. Hát te szűj. Ezzel a karakterrel is remélem megnézed a DLC-t. Hát ez ugye minden körben más fegyverrel rendelkezik. Majd ha lesz, úgyse fejezem be addigra, szóval persze. Azt mondja, meghalok a patkányokba. First time csedárok egyszerre. Esetleg egy Dual Blasting Daggerre végigjátszom. Végigjátszás ott van. Degőrös az nincs, de valami volt, ami bleedel, és jeget is tettem rá. Az most épp a DLC felkészülős karakter volt, amit most elmúlt egy pár hétben játszottam. Az két bleedelős nagy kard volt, és Frost volt rátéve. Egy Flamberge és egy Sword of Mylos. Az lett a vége. De ilyen degőrös még nincs, szerintem. Szia, Szilkó! 444. Jöhet a Szilkó Telex, csak a Szilkó Index vagy Origo ne jöjjön. Szia, kávés, cica!
Flamberg, meg a Mikló... Nem tudom, én Miklóst olvastam. Mondom, hogy megfáztam. Faszom. Az utóbbi egy-két napban egyébként ügyes voltam, ezt már mondtam ma, és aki nagyon várja már esetlegesen a Dark Souls 200% RAM folytatását, annak már csak egyet kell aludnia. Mert már fent van, és be van timestampelve is. És most már lehet várni, hogy érkezik hetente akár kettő epizód is, végre, újra, valahára. Normálisan neki tudtam állni, dolgozni is, illetve az Elden Ring DLC-ig, ami már csak 89 nap, vagy mennyi? Kevesebb? 86? Nem, mindegy, nem az a lényeg. De addig fent lesznek az Elden Ring 100% run epizódok is, ugyanis elkezdtem már ötletelni, kikalkulálni és összeszedni az információkat az Elden Ring 100% runhoz. Úgyhogy szerintem jövő héten az is elindul majd a YouTube-on. Hát nagyon specifikus törőset nem játszottam én, csak max a Red UV-et, de az meg olyan speckó. Rise of Ronin lesz? Nem. Tőlem nem lesz mostanában Rise of Ronin. Nem érdekel. Nek ezek a fajta játékok annyira. Akkor leszek megint kamerával? Lehet, hogy soha. Mi hiányzik a kamera? Amúgy. Kinek hiányzik és miért? Lorán hány részes lett? Az Elden Ring? 25. Szongrés, hogy ez mennyi farmolási idő kell? Nem, az csak farmolni lehet. Lorán kb. Hány százalék lett? Egy 80. 75. Mire verjem ki? Mire ármat számolok? Nem tudom, az Elden Ring DLC-re biztos, hogy lesz már. Én fejben nagyjából azt lőttem be. Before we begin, allow me to paint you the full picture. Picture. General Radahn is cursed ever to wander. Eaten from the inside by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Majd, ha megint legalább 90%-osnak érzem magam, és jobban elégedett leszek önmagammal, akkor majd vissza fogom kapcsolni. Ezt most így időben nem tudom nektek megmondani, de maximum az Elden Ring DLC-re biztos, hogy vissza fogom hozni. Annak potenciáljával azért tisztában vagyok, hogy ott arra szükség van. Már csak hogy az, amit mondtok a reakciók miatt is. Szia Napzó, szia Anubis.
Ne vakard már a picsádat, hanem... Igen, szkordában tartom. Szia, Epic Skill. Szia, Matyi. Aj, egy picit többet sebzett volna, olyan szépen bejött volna a tervem. Rásebzett, csak nem eleget. Pedig ez gyönyörű lett volna. Gyönyörű lett volna. Maleniát megéri perizni, nem? Nem volt zlonkorn, ami marad, sok buborékot fúj, Patrikus utáset repülni. Ja, az egy annyi fegyver oda. Megadtad volna? Köszi, köszi, köszi. Lehet ám idézni segítőket, ha nem mennem. Téged választalak akkor. Mit szólsz hozzá? Megállt. Ilyen vagy, újra! Nem mész te sehol. Jól van, Matyi? Úgy legyen. Átad a kötelező is. A Vegát vinni. Kapott egy pofont a Pörrigat. Pörrigat. Elér. Na, nyugi van. Szia Rajz! Nagyon szépen köszi a hatodik hónapos Prime Subscription. Meghaltam. Még kerekkel mindenkibe beleköt. Rendes ember vagyok, a Vegát nem hívnám bosszokhoz, csak kocsmába. Milyen érdekes, hogy Kaumer is pont ezt írta, amit most mondtam. Pedig ez az én gondolatom. Az egy elegáns tánc. Omaliket fight.
Szia, Voxter! Kocsmai bosszok kemények. Tanúsíthatom. Legutóbb is volt egy-kettő kemény boss. Megsző. Elegánsan szar. Ez bézd vélemény. De igazad van. Amíg te vagy az első számú subgiftelő és vele együtt Patreon támogató és VIP, addig neked mindig igazad van, Zsotok. Az a baj, hogy muszáj megadni. Elegáns, pacifista rán, hogy most nem egy rán vagy egy kihívás alapján fogok megítélni egy bosst, azt azért gondolhatod, hogy ennyire nem vagyok basic. Egyetlen egy encounter alapján megítélni úgy bármilyen boss, de nem az, hogy boss, hanem még embert, vagy mit tudom én. Az azért... ura. Szia Saturnius. Hát kurva jó. Eddig? Radagon Sword Seal vagy Starscourge Heirloom jó. Hát a Radagon Sword Seal az ad 5 dexet, 5 strengthet, 5 endurance-t, meg 5 HP-t, a Starscourge Heirloom meg ad 5 strengthet, úgyhogy matematikailag melyik a jobb? Gideon is tud geci jó boss. Na. Nem egy alapján, de azt hallottam, hogy egy úriember mindig úriember, még a WC-n is, főleg a WC-n, gondoltam, elegancia is ide illik, tudom, inkább ne gondolkodja. Most erről a WC-ről tudod, mi jutott eszembe? Tudod, mi jutott eszembe, az a baj. A pizza mi. Úgyhogy... erre meg az jutott eszembe, hogy ennék egy pizzát. Kösz, Kaulmoer! Shadow of Alexander. Hát ez itt van. WC-t rendeltél, vagy pizza mi? Ja, pizza toronyból. Onnan még sose ettem pizzát egyébként itt Szegeden. Onnan szoktam. Nem szoktam sokat pizzát enni. De ha ilyen sima pizzáról van szó, akkor a Pizza Monkey-t szeretem. Ha meg ilyen olasz vagy kézműves, akkor meg a Plebs-et Szegeden. Hetente egyszer. Három havonta egyszer. Ki az jó. Ez a set, ami healer 18% alatt a HP-d. Ha, igen. Ki gondolta volna? Milyen véleményed a Dragon's Dogma 2-ről? Passza, ugrok egy seggest. Nem tudom, nem játszottam vele, nem láttam még. Biztos jó. Nem, Monkey Shoulder. Jádos streamások fővárosban, de helikopterrel. Nem.
szegediek, amit mondtam. A plebszet azért szeretem, mert az ilyen craft vagy kézműves pizzázó, meg nagyon finom sörök vannak belvárosban, ha helyileg mész. És az olyan jó, igazi, vékony tésztás, kemencés, pizza, az... Mua. Mennyire vagy burgeres? Ja, inkább burgeres vagyok. Pizzás. Látom, lesz Archrons. Ja, folytatni fogom ma. Vagy befejezni, vagy nem tudom. Hát én meg azokat annyira nem. Ha vastagtésztás pizzáról van szó, akkor inkább, nem, ami ugye a sima itt, akkor inkább az ilyen magyaros szeretem, amin van hagyma, csípős, szalámi vagy kolbász, valami ilyesmi. Meg a sonkás gombás kukoricásat, nekem az a kedvencem, ha ilyen go to pizza a téma. Lapsnek hívják, és craft beer. Rafináltak, igen. Igen, de amúgy én ezt nagyon szeretem, azt a helyet. Szia, Lucio. Magyaros húsimádó vagy... Vagy... Tonkásgombás, kukoricás. De fontos nekem ezeknél, hogy legyen csípős. Ha nem az, akkor nem kérek. Amit nem szeretek, azok a tejfölös alapú pizzák. Azok úgy not my cup of pizza. Ananász mindig kérek rá. Én még soha nem rendeltem ananászos pizzát, de hogyha mondjuk vagyok egy helyen, mit tudom én, ahol rendelnek pizzát, és ott van ananászos pizza, akkor eszek belőle. Tehát engem annyira nem zavar, csak én nem rendelnék soha. De hogyha van valahol, akkor megeszem. Tehát brinyálok érte. Nem undorodom tőle, vagy ilyesmi. Hawaii olivával? Az a Deadpool pizza. Szia, Fábi. Alakulok. Újra lekötöm magam a napokban, úgyhogy... Lehet azért. Zsebembe legyen mindig csípős szósz. Amit én ennék többet, és Szegeden viszont nincs jó, az sushi. És ez engem zavar. Vagy egy jó ázsiai hely. Tehát az, hogy nincs jó a közelben, az engem kiakaszt. Kecskeméten kell lennem, hogyha jót akarok. De mész el időbe és veszel? Ezt már kipróbáltam amúgy. Hát az olyan is. Né. Olyan íze van. De hogy így... Né. Mi a jó sushi? Nem tudom, hogyha már sok helyen ettél, akkor már úgy tudod nagyjából, hogy mi az az íz, vagy az állag, amire vágysz, meg milyen szójaszószal, meg mit tudom én, meg mikkel szolgálják fel, meg milyen variációk vannak, meg stb. Ha ilyen nagyon szomorú színű lazac, meg már ilyen nyálkásabb tonhalt izé basznak eléd, akkor az annyira nem szimpatikus szerintem. És Szegeden kipróbáltam mindent, ami van. A pandát, a Buddha originált, amit mindenki imád, nagyon jó, nagyon jó. Nem tudom, már kipróbáltam kétszer is. De hát... ízlések és pofonok. Szia, vadparaszt! Mindig emelte viszni magával egy üveg haragos pistát? Nem, de hogy...
Nem, alapvetően nem csipőzök be én minden. Nem, a, például az olasz pizzákat, azokat szeretem úgy, ahogy megcsinálják. Normális paradicsom szószam, minden, arra nem kell csípős, csak ezekre a sima songokura, vagy ilyen magyarosról beszélek, hogy azt úgy jobban preferálom. De nem mindegy, hogy most izé a Panda Expressbe vagy a Wokengo-ba dolgozik, és onnan hoz haza. Ugye? Te csak indiait tudsz, ami nagyon jó? Hát a Memories of India az egy kurva jó hely, ezt tudom. Imádom. A normális izé tandoori sütőbe csinálják, meg minden láttam. Igen, igen, az egy nagyon jó hely Szegeden, azt szeretem. Ma is majdnem onnan rendeltem kaját. Aztán úgy voltam vele, hogy nem kell most az izé, nagyon fűszeres. De nagyon jók ott a körrik is. Nagyon jók az izék. Én a... izét szeretem nagyon onnan. Hirtelen akartam mondani. Az egy tál ételt, a rizses húst, tudod? Nem jut eszembe. Nem tudik a massza. Mindegy. Meg a garlic naan kenyerük is nagyon jó. Ja, a citromos curry, ez tényleg kurva jó. Bár én bárányt azt annyira nem szeretem, mert... sokszor rágós. Rákkal kell, vagy izével. Csíkével. Van marha opció, és azt meg nem próbáltam. Biriánira gondolok, így van. Szia, dog. Ja, ne érts félre, alapból szeretem én a bárány birka pörkölt, vagy autentikus pásztorpite meg ilyenek. Csak valahogy ezekben az indiai kajákban nekem bejövős. Ja, vágom. De akkor mi az X? Te hülye vagy? Ja! Erre nem gondoltam, látod. Ezt a boss sosem fogom megkedvelni, szerintem. Pont úgy, mint az análkúpot. Mi? Ha? Köszi, köszi, köszi. 20. alkalommal már jól esik. I don't know. Tudod, mit hiszek neked?
Melyik? Ez már 26. kör volt a Fire Giant-tel, szóval szerintem nem a Fire Giant. Szokott viccesen elesni? Én is. És akkor mi van? Miért nem lehet többet hat? Ne, a szarom. Mi van? Tényleg szoktam. Nem gyakran. I have long observed the lands between. This world is in dire need of repair and death. Indiscriminate. Are you prepared to commit a cardinal sin? Very well. I'm ready. Let my hand rest upon you. Elvileg a szakáll a jóféle fegyver. Vörös az nem lehet jó. Vörhenyes. Szia pardika. Azért mondom, mert az enyém is az. De hát az úgy van, hogy this entire city must be purged, hát nem tudod, hogy hogy van? Úristen. Direkt mondtam így. Egyszer annyira szeretnék Warcraft 3-azni, komolyan mondom. Minden hónapban eszembe jut a Warcraft 3. Lehet kitolom majd streamen. A szarok rátok, hogy élvezitek. Így kell hozzáállni, nem? Ez az egészséges. Fortnite-ozni is fogok. Nem, azt nem fog. Csak a Reforged. Soha. Soha, soha, soha. Warcraft 3 LAN party. Ekkora. Azaz. Kifejezetten csak magyar szinkronnal. Jó vagy a király, de én nem már átszavaztam. A szinkron katasztrófa. Nekem az maradt meg, amikor Sylvanas bekerítette Arthast az élőhold kampányban, és valami olyasmi volt eredetileg, hogy now you die, you son of a bitch, ezt mondta Sylvanas izé Arthasnak. Úgy volt lefordítva magyar szinkronban, hogy dögölj meg, te kibaszott geci. És ez annyira megragadt, úgy gyerekként így. Jaj, Istenem. Ezt nem ellenőrizték nagyon szerintem. Szia Judit, nagyon szépen köszi a 14. hónapos feliratkozás. Köszi, köszi. Szervusz. Volt hozzá magyar szinkron? Igen, nekem úgy volt meg. Papámnak a gépén volt. Ja, hangsúly, meg izé, szinkron munka, meg ilyen, az nem nagyon volt vele. Az Age of Empires-be de jó volt, sok pályát csináltam.
Ez miért sebzett duplát? Halló? Két vége van a botnak. Van még egy bot, aminek két vége van, szeretnéd látni? Neked nem mutatom meg. Szexuális felhívás, dehogy soha nincs itt olyan. Viccből sem csinálunk olyat. Szia Bajzi, szia André, szia Robert. Ez egy péniszkam. Halló? Ugye mély szoktam le teljesen a altató szarokra. Au. Lenne itt valaki a hirdetése jelentkezne? Hát ez nem hirdetés volt. Van, aki nem. Én nem felejtettem, én direkt csinálom. Kéne tanulni ezt normálisan perizni. Máté így szereti a boss-t. Te miért beszélsz a nevemben amúgy? Ne csináljál olyat. Csatornámra pályázik. Odadom neki. Kérnie kell. Csak kérni kell, és én adok. Zmillát. Rúnát tudok adni. Karrier volt.
Karrier. Crumbling Forum Azula. Jöttem piszkavassa megpiszkálni a kandallót. Egyé. Ja, nem a speciális. Akkor nem eszel. Jó. Elég legyen! Most már! Hát annyi ideig vagyok itt, mint amennyi idő volt ide érni. Halló. Halló, halló. Az mennyi? 69. Krumpli banán. Banán krumpli. He? Hol maradt a ripost? Szia, Sien. Banál krumplit értettem. Belőle. Nem vagyok semmi jónak az elrontója. Feláldoztam magam! Belementem a hengerbe, rollerbe. Volt pofád nem megdögleni? Idézd le, haverok! Gyerünk, idézd le! Csak idézd le! Gyerünk! Tudom, hogy leszeretnéd idézni. Gyerünk! Nem? Nem fogod? Nézd csak, mit fog kapni? Oda baszok, aztán ennyi. Itt van az análkup. Mai streamet ez a szó támogatta. Hihi. Hihihuhu. Egészségügyi. Hát, akinek ez az. Ez jó szar. Szó szerint. Erről eszembe jutott egy Doctor House rész.
akkor bement egy gyerek, mert feldugott magának egy MP3 lejátszót, és nem akar kijönni. És aztán kérdezte, hogy de miért pont azt, hogy a mérete miatt, a formája miatt, vastagsága miatt, vagy az iszonyatosan jó basszusgitár bassline-ok miatt? MP3 lejátszó, bazzeg. Még amikor volt MP3 lejátszó. És mit mondott? Nem válaszolta már meg. Nekem is volt olyan MP3 lejátszó. Ráfért vagy... 20 zene. Az rengeteg. Hát persze, kellett a minőség, haló. Az még csak az ilyen 200 megás lejátszó volt, nem egy gigás. Jó. Hát csak azért is AAC-t tennék rá. Windows izé, mi volt az? PMA? Fucker, it's for nothing. Zsemlekutya is azt fogyasztok most. Mármint Szilvát. Egyet hidegen. Hű, geci. Kezdem jól érezni magam így általában a napokban, feljövök streamelni, azt én visszafordul a kondíció, hogy 200%-ot. Nem, de hogy vicceltem. Szia, Zsömi. Azt hittem agresszív akartál lenni. Az se baj. Ja. Hát tehát... Legalább egy esófor levitte több mint negyed HP-je. 2/7-ét. Ki van számolva. Határozottan rip. Gondolod? Rövid tánc volt. Nem tudok hosszú táncokat. Szívesen tanulnék táncolni. Ezek ez most elég géjül hangzott, de... Leszarom. Nem tudom, társadalmi nyomást éreztem hirtelen, azért kellett mondanom. Stigma. Dehogy gé.
De, állj, de komolyan te direkt csinálod ezt velem. Kurva. Input rides, mocsok. Hülye. Ja, ezeket a szomber ránokat annyira nem veszem ám véresen komolyan. Csak itt vagyok, az beszélgetek veletek minden hülyeségről. Ezt észre se vettem, hogy elment 2 óra. Pedig óránként szoktam szünetet tartani mostanában, de most nem jött rá igényem. Bocs. Élek. Annak nincs semmi baj. Nem hiszem. Erről beszélek, amikor ez egy szép kis tánc. Meg kell nézni, hova lépsz, hova nem, hova gurulsz, hova izé faszom minden. Izé faszom, pizim, faszom, fuzum. Megtetted tip mixen? Mennyi volt az odds? Beszél a GG-ként. Visszanyerted a házat. Adjál már, ne legyél éri. Jöjjön a nők bálványa. Hónap végén. Hónap eleje van még. Most volt az első iPhone-at. Ebben a hónapban. Nagyon szépen köszi Vorton a 23. hónapos Prime szabot. Köszönöm, köszönöm. Szép jó estét neked.
stand before the Elden Ring. To become Elden Lord. What a sad state of affairs. I commend your spirit to us. None shall take the throne. Queen Maga has high hopes for us. And we continue to struggle. On to eternity. Ja, jó. Ám toxik ez a boss fight amúgy. Olyan jó, hogy beleütöttem az oszlopba. Beleütöttem az oszlopba. Ez egész szörnyű, úgy ahogy van. A havi 400-as subgoaltól elég messzire csúsztunk, köszönhető ez mind nekem. De a 300 az elég közel van és realisztikus. 75%-a. Ez. Amúgy, amikor bejön a DLC, ezt nem akarják kipecselni innen a picsába. Csak úgy... úgy delete. Magic damage megálló. Ez megálló. Nagyon szépen köszi, Luki. Az öt ajándékszabot, nagyon kedves vagy. Köszi az Andrézást. Köszi, köszi. Olyanokat baszok a fejemre, hogy fáj. Actually fáj. Az milyen már? Szia, Bloody Hunter! Nem tudom, hogy ez pontosan mennyi ideig hat, vagy hogy működik. De szerintem működne, ja. Utálatos bozz. Nézd meg, ez vágja a PvP-t. Sok oroborót néz.
mindenki másnak a manája. Azért nincs annyi mana a játékban, tehát azért nem, neked azért nem lehet ennyi, mert az összes játéknak a Gideonja az emberek manáját eszi a játékokból. Ez egy fact. Na, 2 órája megy már most már izé szünet nélkül, tartok szünetet, ezt egy... Elviszem egy maleniáig, vagy egy mogig legalább, úgyhogy billanat.
Merre? Nore. Ha, let's go. Ne szia, Matyi. Mityi, Matyi. Hát csak nem ültem le a bonfire-hoz. Ami Grace, ugye? 3 days Grace. Ezt neked, rohadjál meg. Nem mit Grace. Fasza. It's been a long while, Morgott. Long and hard didst thou fight. Tarnished warrior, spurned by the grace of gold. Be assured, the Elden Ring resteth close at hand. Alas, I am returned. To be granted audience once more. Upon my name as Godfrey. The first Elden Lord. Szegény szaros. Thou didst me good service, Szarosh. Lesz cicámad lesz, nem vagy szaros. Vagy Placidusaksz. I've given thee courtesy enough. Ah!
Now I fight as Horaloo. Lacicax. Warrior! Ez pusztítás volt, amúgy no hit lett. Még így pluszba. Na, az lett jöjje. Csak. Halló? Dinamikával olvasom a movesetjeiket. Ahogy így játszok, így közben látom a Matrixot, meg így látom a kódot, hogy így repkednek a számok előttem. Szia, Genvoja. Semmi rosszat. Mindenkit le kéne. Din din bla 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 bim bim bla 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 bla. Így van. Vigyázz, mert támadik. Agresszív pozíciót vett fel. Felállt a hátsó lábaira. Ez ő. Ez biza ő. Szia, Edwin! Erő egyben Marika is. Egy és ugyanazon személy.
sorossal. Schizofrén volt. És könnyű. Hát a kar lenne radagon, abból ő gerincéből húzta ki. Igen, ez megfigyelhető a másik karnál is amúgy, valamelyiknél a játékban, amit az a Black Knife-nál, azt hiszem. Szia, ilyen tör. Aki többet szerette megtudni az Elden Ring sztoriáról és a karakterekről, a Vodos csatornán van egy nagyon-nagyon kiváló történetmesélős végigjátszás, 25 epizódos, szinte mindenre megkapjátok a választ. Minden karakterrel kapcsolatban. Persze, nagyon jó vele farmolni. I'm sorry. Nem értettem egyet azzal. Küzdeni rá vele, de amúgy szép meg szép. Kávés is szerre jut eszembe, rég volt már anászó. Ő most... Bus volt. Godslain. Igen, igen, igen. Valahogy úgy zsömi. Valahogy úgy. Köszi a GG-ket. Megyünk. Hova megyünk? Én akarok mogot ölni. Mit szóltok hozzá? The Fallen Leaves. A pátfasza. Fallen Leaves. Billy Talent. Nem sietek annyira azért az Alstrónért. Thank you.
Jó, hát mikor elsoforoznak amúgy? Mert Wolf Plunderstorm Zakikával duóban. Hát, csináljad. Neki is megvan, neki, neked is mehettek duózni. Ugye nem jött be az Arstrond? Nem az, hogy nem jött be, hanem... De kurva jó az Arstrond, félre ne értsd. Gecire nincs jól betuningolva egyenlőre. És csak ilyen opcióim vannak, hogy szenvedjek valamelyik bosszon, tehát mert több opcióm nagyon nincs benne. Vagy még mehetek a jeges területre, de igazából Sekiro bosszokat kell ölni Dark Souls 3-ban. Ilyen opcióim vannak már csak. Ugyannyira nem fun. Például, hogy körülbelül egy másodpercet nem hagynak arra, hogy reagálj bármire. És végtelen HP-ja van mindenkinek, úgy érződik. Szóval annyira nem rohanok ástrónozni. Rise of Ronin piszkálták már? Érdekel? Nem. Engem nem érdekel a Rise of Ronin. Annyira nem az én játékom ez a Nio sorozat. Ezt nyilván tudom, Nabza úr. Ja jó, hát... Gondoltam majd egy másik izé verzióra majd összeszedik magukat, de hogyha már van valami balance patch... Rátuksizunk. Az igen, az szedi. Az korrekt. Mondhatni csicskába lett téve. Elég ritmusosnak tűnik. Ez egy dolog, nekem ezek a Nio gémek annyira nem az én világaim. Nio 1 az nekem ez egy gyűlöletjáték volt, de ilyen gyűlöletből játszottam végig. Nio 2-t azt nagyon szarul kezdtem, de amikor utána streamen újra kezdtem, akkor úgy már egész oké volt, és igazából Nio 2-t azt úgy megkedveltem talán, de a bosszokat amúgy sem szeretem benne. A Wukongot azt elkezdtem, de nem játszottam végig, azt nagyon meguntam. Meg mi van még? Az most a Rise of Ronin a következő, hát annyira nem ugrálok érte, hogy most azt elkezdjem. Wukong, Bolong, mit tudom én? Bolong az... Laska, köszi a followt, szervusz, szép estét kívánok! A Ghost of Tsushima az más, ez nem a Team Ninja játék. Ja, abból még egy DLC-vel adós vagyok. Az egy mocskos jó játék. Kurvára szerettem. Sekiro, de most három ugyanolyan, de három látszólag ugyanolyan játékról van szó. Sekiro, Nio, Tsushima. És mind a három ég és föld különbség a másikhoz képest. Teljesen más, mint 3G. Ghost of Tsushima az egy Assassin's Creed.
jellegű valami. A Sekiro az egy Lies of P vagy Falong jellegű combat action RPG játék. A Nioh meg inkább Guitar Hero. Diablo lúdta. Figyelj, most akkor nem ölöm meg, figyeljetek, nem ölöm meg. Nézd meg. Nem ölöm meg, beszélek vele, látjátok? Látjátok, hogy mennyit fejlődök? Keci, mondjad, mert mindjárt megütlek. Tessék. Látjátok, elkértem tőle, nem öltem meg. Remélem értékelitek az ilyeneket. Kurva életben. Nem éri meg. Mindenki látja benne, hogy szamurái, és aztán egyből ugyanaz. Ennyire a Doom Call of Duty és az Enter the Gungeon is ugyanaz. Fegyverek vannak benne. Azok azért nem ugyanúgy néznek ki, tehát nem azért van ez így. Kedves ember vagyok. Szerintem az vagyok. Egyetlen jó tulajdonságom. Hol van Máté és mit csináltál vele? Bezártam egy pincébe. Új Máté? Hol? Mi? Ver. Hát az már a parfümös dolga. Nem is tudom, ki de valaki olyan morcos lett, hogy Alexandert megöltem. És miért ordibálsz itt a csetemen? Ki vagy? Te itt a vörös ördög idejön, azt is ordibál a csetemen, nézd meg. Nem vagyunk süketek! Halló. Jó van, elnézem neked, mert szép fekete lyukad van. Tudom, ez jobban néz ki, de Sekiro. Te jó. Hát persze jobban néz ki, de annak a játéknak 90% az esztétikája. Te vagy a Souls Mommy? Ez nem igaz. Halló? Hát ott a neve előtt, ott szép fekete lyuka van. Halló, én vagyok a Souls Daddy. A Souls Mommy az meg majd... Az nincs, de majd lesz. Egyszer biztos. Te ne hívd magad Souls Mommy-nak, nem veheted el ezt a titulust. Az egy ilyen... Vágod. Na, hagyjam. Te lehetsz? Te szólsz hülye gyerek lehetsz maximum. Szólsz adoptált hülye gyerek. Az a zsiráf. Oh! Adoptálna a faszom zsiráfot, hülye vagy. Meglettél, Thunderstruck. Na, ilyet ne csináljak. Na, ilyet ne csináljak, megfulladok. Úra, érkeztem vissza, sötét lyukak és zsiráf adoptálás. Az a jó, hogy itt lényegében bármikor ér vissza az ember bárhonnan. Ne! Mindig valami hasonlóra lehet csak visszaérni. Villámcsapva hülye gyerek.
Amúgy, halló, mondom, hogy nem adoptálnám zsiráfot. Úgy hallom, gyakran kell érte járni, amikor már nem bír magával. Azzal most megtaláltam ezt a grészt. Van, amikor meg egy óráig keresem. Esküszöm, hogy ezt pakolgatják végigjátszásonként. Amúgy miért erre megyek? Nem azt mondtam, hogy mogra... Egyébként Maleniára is lesz arom. Ebbe belefutottam. Minden egyes indításnál máshova rakja a játék. Vagy rankja. Legyen rankja. Erre Anasztázia. Tarnis Dieter. Egyél meg, gyere, geci. Gyere. Gyere, gyere. Itt vagyok, gyere. Edd meg a botom. Gyere. Megmutatom, gyere. Megmutatom. Ide jössz, megmutatom. Gyere. Tetszeni fog. Kérsz még? Gyere, bazd meg, van még. Ebbe ugorj bele. Gyökér. Hülye gyerek. Csak meg vakarom a seg... De... Na végre. Nem sikerült elhúznom azt a grészt idő. Te vagy az? Képzeld már, hogy ragonzom a kettőbe, kövér férfi íjászomra harisnyát kellett adnom, hogy ne legyen akkora a súlya, de gyorsan tudjon mozogni, de mégis jó statokkal. Na, pont mint ilyenrel. Akkor az tök jó. Na, mint amilyen képet küldtél. A harisnyádról, na mindegy. Hogy tetszik a Dragon's Dogma egyébként, Hunter? Azért kérdezgettelek, mert elég peri hangsúlyosnak tűnik a Ronin. Hát azt engem annyira nem érdekel, egy játék olyan, ha jó. Lies of P, az egy nagyon jó példa arra, hogy Perry hangsúlyos, de jó játék. Sekiro, Perry hangsúlyos, de jó játék. Wolong, Perry hangsúlyos, de szar játék. És mivel ugyanúgy gondolom, a Team Ninja csinálta ezt is, a Rise of Ronin-t, meg kicsit olyan, mint a Nioh, meg úgy néz ki, mint egy Farahine borsó, azért úgy annyira nem izgat, hogyha Perry... hangsúlyos. Miskolcra mész izé bármikor bármit intézni, az is Perry hangsúlyos, de attól független nem szívesen mennék Miskolcra. Kitaláljátok, melyik bosszt utálom legjobban a játékban? Segítek, Constantine Snowfield jutott eszembe. Margit. Hát ezt, én ide, így akartam megérkezni. Várjál. Bazd meg, nem ide akartam. Oda akartam. Nem, ide akartam. Mit tudom én? Ebbű baj lesz. Akar, hogy menj nentek Gedva lepra. Beleraktam 8 órát, de kb. Csak óriás szörnyeket öltem, pár követést csináltam, kár, hogy borzalmas a performance. Ez manapság már minden játékra igaz, nem? És csak segítek neked. Arra húzzál le fel a picsába. Oda takarodjálsz, vissza se gyere. Na? Na ebből mi lesz? Ezt megnézzük. Az mi? Szép volt. Megmutatod még egyszer? Na? Lesz valami? És vissza se gyere! Te mit akarsz? Menj lefelé te is. Ja. De... Ezt hívta a haverje. Ó, a szarokra. Amúgy beszoktál fejezni gémeket, Hunter? Mármint, hogy olyan sok gémbe belekezdesz, mindig látom, és hogy be is szoktad általában fejezni, vagy csak addig mész, amíg jól esik?
próbálod. Ezt nem szoktak lázadozni a nézők, hogy mikor lesz a befejezése ennek, meg annak, meg mikor fogod befejezni ezt, meg azt, meg... Most nem nézőt utánoztam. Nem a nézőket, csak egyet, de nem mondom meg melyiket. Kit érdekelnek a nézők? Hát mondjuk azokat az embereket, akik nézőkből élnek. Szerintem őket kellene, hogy érdekelje a véleményük, tudod? Remélem ezt most hiány tettük kérdezni, Zakika. Kappa nagy harang. Aha. Tudod, mi lenne kötelező? Dark Souls 3 Coop Mátéval. Majdnem. Basically. Megadom a területnek az ambient hangjait. Az Elden Ringben az úgy általában jó szokott lenni. Sure. Shirley. Don't call me Shirley. Dobod is Dénes? Már befejeztük a játékot, nem? Én úgy emlékszem. Milyen nehézségen vitted végig a Witcher 3-at? Először PC-n Deathmarch-on, utána PlayStation-on Deathmarch-on, és utána PC-n Deathmarch-on. Szóval azt hiszem Deathmarch-on. Bárcsak zeldázhatnék én is. Hát, hogy ha lesz Switch-em, akkor azon is kijátszom majd. Úgy elvileg lesz majd. Ez majd megy a zeldázás. Is. Meg a Switch-et is mi. Ezt mit szólnának ott hozzá, de? De hogy... Ez a legnehezebb fokozat? Igen. Ja, ezek csak... Ez a három, amit mondtam, ez az volt, amikor ki is patináztam háromszor. Dearest Mikola. Olyan fura, hogy a vér ura és érzékeny a bleedre.
You must abide alone a while. Kardforgató mestereknek is fáj, ha beleállítasz egy kardot. Welcome, honored guest, to the birthplace of our dynasty. Szia. Láttál alatta. Meh, nincs. Magonicsen. Magonicsen. Szia Mikela. Megszopkodom az ujjaidat. Találkozunk majd. Hamarosan. Inkább ne ti vetítsetek meg. Most csak a baj lesz, gyerekek. Pascal, nagyon szépen köszi a polót. Enter Everjail. Pascal, az a nyomás a Fahrenheit, meg hőmérséklet. Úgyhogy ez nem jött össze. Magyikám, menjél vissza az iskolába, azt tanuljál inkább, mint egyet, hogy hülyeségeket beszélsz. Jézusom. Jövő generációja. Mindkettő mértékes. Ja! Tényleg! Bazzik, de hülye vagyok, sorry.
Alfa gén. Beta gén. Szia, Azu. Erre most egy jó anekdota eszembe jutott, de inkább nem fejtem ki. Nem ide való, az csak ilyen családbarát streamekre, mint a E-Hunter-i. Ha le egy gyors talpalót kaphatok? Hát akkor bánsd a tévét. Nem tudok gyors talpalót adni egy bossból, ami a legnehezebb a játékban. Meg kell tanulni move-jait. De egy olyan 15 perces ott vagyok én is. Valaki Budapestről Fehérvár Veszprém most? Né. Szegedről nem mész néha Pestre? Miért jöttem föl ide? Haikuban ki tudod fejezni a mostani érzéseimet? Seidet? Fejezni ki tudom. Hagyjál már. Játszok, nem látod, hogy nem érek rá ilyeneken gondolkodni? Költözéskor szívesen megtámogatsz? Ó, kedves vagy. De már van fuvarom. Oké. Okay. Nice. Hirtelen nem várt agresszió. Ez a rész visszállt a fára? Nem. Megvágtam itt a videót. Nem videó, ez live. Esküszöm. No kappa. Egyébként amikor néha mondtak ilyet, hogy ez biztos, hogy nem is izé live, hanem valami videó, meg mit tudom én, akkor így elgondolkoztam el, hogy amúgy ilyen tehát megfékelni ilyen ránokat, meg ilyen kihívásokat féknek beállítani valahonnan a YouTube-ról, vagy mit tudom én, több energia befektetés, mint megcsinálni. Ambitásokat nagyon szereted? Igen, és a kakaót is. Azt is. Numen's Rune. Berárda Nubomen's Rune. Halló. Sziasztok, Lóról, melyik gombbal tud leszállni gyorsan? A bal sticket kell megnyomni, amivel googolsz.
Nincs mit, a következő egyéves Prime szabadat itt fogod elkölteni. Azzal kiengesztesz, mással sajnos nem. Deal. Na, nem áll. Kobbazz meg. Amúgy miért nem ugrottam? Azt hittem, hogy lőni fog. Hamarabb lőni fog. Rip no hit. Ja tényleg. Ez bazz volt, igen. No hit run. Fú, de nem lenne kedvem menni egy Elden Ring no hit run-t így All Remembrance-be. Már csak hogy... Jó. Már csak hogy ezért, amilyen hosszú. Ha leestél! Én amúgy megmertem volna esként, hogy ez hehent, de komolyan. Why are you late ez a... Omega look. Omideges lettem el az Omega lookra, hogy elhajítottam egy sleep potot. Nézd meg. Szia, Neddal! Köszi, Kaumoer! Nem gondoltam volna, hogy ez a magyarázatra. Történt a Discord képemmel? Letörölte a Discord. Azt írta, hogy sértő. Azzal még nem vádoltak meg. Ford modot próbáltam el? Nem. Kampót a Kaelidi Death Ride Bird-től lehet megszerezni. Éjszakai boss, ott van délen a Celia kaputól még kicsit délebbre. Nincs mit 1500. De amúgy úgy bírom ezt az egészet, hogy Matyival itt mindenki mindig most kedves, egy jó, nagyon-nagyon régóta így van ugye, hogy Matyival itt kedveskedik mindenki. És ez mind azért van, mert én azt mondtam egyszer Discordon, hogy legyetek Matyival kedvesek. Valamelyik szubatonos posztban, hogy nem tudom már mi volt a lényege. Amúgy nem vettem fel egy grace se, bazd meg. Kurva életbe. Mi az, hogy mindig? Hát, hogy nem tudom már miben, ha már tudtam, itt fogok életni. Mindig is kedvesek voltunk mindenkihez. Jaj. Ezért nem megy neked Gandir, mert ilyen hülyeségeket mondasz.
nem szabad lázadni. Oké, okay. Omega look. Karácsony nyereményjáték ticketbe írtad? Jaj, akkor kérhet nekik ticketet, hogy igen, hogyha kedvesek lesznek Matyihoz, tényleg. No comment. Jasi Engor. Köszi, köszi. Aki várja a Dark Souls 2 100% ránt, annak holnap jó dolga lesz, mert hónap jön a következő, és már be is van timestamp-elve. Ügyes voltam a napokban. Megvárja az Elden Ring 100% ránt, mert szeretné, hogy még a DLC előtt legyen egy olyan karakter, amivel megvan neki minden a játékban, az se csüggedjen sokáig, ugyanis jövő héten ő is elkezdheti élvezni az Elden Ring 100% ránt epizódjait, amit a DLC-ig be is fog fejezni. Közben. Mindenből van lore run. Attól az nem achievementezésre, meg ilyenekre megy rá. Kettőnek más a funkciója. Nem tudta 100%. Óra alatt mégis sikerült a platina. Egy achievement kellett a platinához nekem. Az lett meg véletlen. Nem csináltam achievementeket amúgy. Rövid ez a rész. Mint a fa... élet. Elkezdtem tervezni. Nagy előkészületek kellenek azért ahhoz, több mint egy Dark Souls-hoz.
össze kell szedni minden cuccot egy táblázatba ugyanúgy. Amúgy ez a táblázat elég hasznos 100% ránokhoz. Hogy is hívják a csávót, akinek a ruhája van rajtad? Kityu. Kityu a szexuális zaklatás panda. Így van. Na. Jaj, Malenia. Blade of Mikala. I am Mikala, and my blade is Malenia. Ja, olyan nincs. Azért. Mondta a varjú, majd tovább repült. I dreamt for so long. That's what she said. My flesh was dull gold, and my blood rotted. Ezt már inkább nem mondja. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. Nem olyan pontosak azok a Faxtra Life-os szarok amúgy. Csak demo. My words. Kb. Egy harmada. I am Malenia, Blade of Mikala. Nagyon sok rot spell a játékban. Nagyon lehet tudni. Gyere már el a paltól most már a faszomba. Na végre. Fasz meg. Nagyon öleli a falat. Most a barátja a fal. Nagyon szereti. Javakizashi. Szép jó estét. Thank you.
bazd meg. Összes ilyen kis izé szutyok támadása elér, aminek nem kellene. Mondom. Case and point. Köszönöm az 1 eurós donációt, my sweetlings. Hát... sokaknak a legnehezebb. Szerintem egy Sword Saint is in a Sekiroból az nehezebb. Hogy véded ki, a közel vagy hozzá? Hát most pont nem csinálta, úgy, hogy közel voltam, de... majd hát, ha a második fázisban. Mehetett volna a zenedrop akkor, amikor kinyílik a virág amúgy. Szia Krisz, szép estét! Rohadj meg te! Remélem lehetett követni. És itt haltam meg. Nem azzal a Waterfall Dance-el van a baj, ezzel van a baj. Amikor ezt csinálja midrange-ből. Egyszerűen lehetetlen bazd meg úgy eldodzsolni, hogy ezt ki lehessen védeni.
Csak rám nem akar nagyon ragadni ennek a technikája. Hetet. 1, 2, 3, 4, ezt megint támad a harmadik, támad a negyedik. Küld a ötödiket, és utána jön ő. Lassú volt. Szia, Gémo. Igen, a frost meg a bleed is. Egy freeze pot elég, hogy kihozza. Instant befreezeli. Azért van egy olyan taktika, hogy mielőtt elkezdené a táncot, ráhajítasz egy freeze potot, megszakad instant. Ezt egyszer eljátszhatod. Hát mert utána rajta marad a freeze effect, meg növekszik a freeze rezisztenciája, utána egy pot már nem fogja megszakítani. Egy pot nem viszi fel a freeze-t instant. Utána már legalább kettőt kell rádomlod, annyi időt meg lehet, hogy nincs. Legalább amíg rajta van ez a frostbite effect, ugye? Még látod, ott még az a kék effect rajta van, addig amúgy se kaphat még egyszer freeze-t. Az összes többi FromSoft játékban a valamennyi rezisztenciája van a bossnak valamilyen effektre, az egy fix érték, úgyhogy egyszer beviszel, utána be tudod vinni még egyszer, ugyanannyiból. De az Elden Ringben ez ilyen növekvő rezisztenciaként van megoldva, hogyha egyszer okozol mondjuk fagy prokkot, a következőt azt nem tud ugyanannyiból, az kicsit többet kell belevinned. Tehát így szépen lassan növekszik. Megakadtam. Nem, ez nem jár le egy fájton, csak amikor újra kezded. A Bloodplot az sokat nem ér ellene szerintem. Jobb egy bleedes fegyverrel. Második fészben egyébként sokkal nehezebb észrevenni a Waterfowl Dance-t. Mert sokszor felmegy a levegőbe, és mire lereagálnád, hogy ja, ez az, addigra már elkezdni.
tessék, egy hit halott vagyok, tehát ezzel az abilitivel ez a baj. Ilyen magas New Game Plus-ban. Most egyet betok kapt, ezt nem tudok, mert akkor jó, de hát... Baszott lehetetlen. Ez miatt utálok Maleniára jönni. Ezzel a karakterrel már itt a New Game Plus 20-on valamennyiben. Szia ragadós Joe. Hamburgerből hogy marad vacsorára? Háromszázötvenkettő-három körül. Kiengor. Fucking kidding me. It's my bad. Kicsit hosszabb lett volna a botom, ugye? Sedge. Ja, jöttem, hogy... Az melyik? Elden Ringes vagy Dark Souls-os? Akkor nem tudom melyik. De ritkán értékelek ruhaszetteket így szabad időmben. Előttem, hogy ez milyen. Úgysem. Eleonóra. Malenia van előttem. Ez nem igaz, monitor van előttem. Serpentine.
Egész én feladom, bazd meg. Ez gecire kiéget amúgy. Ha nem a pofájában vagyok 0-24 Phase 2-ben, akkor mindig ez van. Ez olyan egy irritáló move, komolyan mondom. Nem csinál sűrűn. Látod, hogy mindig ebbe halok meg? Hát mi az, hogy nem csinálja sűrűn? Minden trájon ebbe döglök meg. De. És? Ez az. Ez a New Game Plus 7-es nehézség. Van sok. Alapból nem szokás spammelni. Jó, akkor megmondom neki, hogy alapból nem szokás, az hát, ha nem csinálja. Csókolja az, aki le akar rohadni a pofája. Hát a rothad. Na, végre meghaltam másból. Mi van abban, hogy rothad? Hát, hogy én nem akarok. Ezt lehet, hogy olyan nyelvmunkája van, hogy megéri. Annyira rothad. Ne. Kérem. Jaj, már türelmetlen vagyok, az belemegyek mindenbe. Most mindent bekapok amúgy. Szia Napzaul. Köszönjük, hogy itt voltál.
Kipróbáltam ragadósgyú. Kösz. Ezt használni fogom most már életem végéig. Természetellenesnek. Érződik egyébként, hogy balra futni folyamatosan. Igen, SM7B. Na, ja. Abban nem fogok. Kivéve, amikor igen. I'm dead. Ezt hogy a gecibe kerültem ki 100%? Jézusom! Ezt nem szabadott volna. Olyan picit kerültem, hogy... Jól elkaptam azt az ívet. Ugye a P-post ír. Monkast ír. Illegálisnak érződött. Nice no hit. Én vártam, hogy felmenjen. Ezt kellett volna csinálnia körülbelül 52 múlval ezelőtt. 40% HP alatt ezt csinálja mindig, ezt, hogy főmegy, azt megint kivirágzik, bazd meg. Azt most mit csinál? Nem, előbb eltolok egy Waterfall Dance-et, utána eltolok egy klóntámadást, és csak utána basszam meg anyádat. Az...
A boss meg a konzekvencia az két külön fogalom. De rohadtul utálom ez miatt. Jézusom! Valaki azt mondja, hogy ez a legjobb boss a világon, az nem tudja, miről beszél. Ha már geci türelmetlen vagyok már. Ja. Hal mellett csinál. Leszarom, hogy boss nehéz. Szeretem a nehéz bosszokat. De ez a rossz dolgok miatt nehéz. Mint ahogy a mellékelt ábra is mutatja sokszor. Annyiszor meghaltam már. Köszi a Gigi-ke. Így van. A legjobbra érkeztél. Remélem feltámad és nehezebb lesz. Ja, még mindig nem. Nem baszó ki. Amúgy én adnám. Világ leghülyebb, idiótább dolga lenne, de én az ilyen hülyeségeket szeretem. Mi az, hogy Skorpió szörnyként? Haló? Na. Ennyi volt a Deathspoker kör. Nagyon jó kis fegyver egyébként. A weapon artja az egyik legjobb a gameben, nagyon adom. Legközelebb majd valami strength-eset fogok választani. Jó. Úgyhogy ez volt a 26. kör, 108 órája a ringben. Most megyünk DS3-ozni.